konferencia résztvevőit, és engedjék meg akkor, hogy bele is kezdjek az előadásomban. Amely arról szól, hogy ez a szovjet típusú megszállás az első pillanattól fogva kendőzetlen szovjet uralmat jelentett a térségben. A pártszervek, a helyi pártvezetőség hozzák meg, és tulajdonképpen azzal a céllal és az a fő céljuk, hogy ezt a régiót, ezt az országrészt, amit innentől kezdve egyébként Kárpáton-túli Ukrajnának neveznek. Az igazság azonban megint csak az, hogy valós hatalommal a csehszlovák kormányközösség a régióban nem rendelkezett. A hatalomváltásnak a pillanatai, tehát a magyar közigazgatás kivonulását, amelyekben megfogalmazottak máig érvényes lét és sors kérdések. Ugyanakkor problémák is előtérbe kerültek. Kiderült, hogy a kárpátaljai önazonosságot nem olyan könnyű megfogalmazni. Hogyan lehetne élni, és hogy élhetővé válik-e egy ilyen tárgyalóasztalnál meghozott döntés. Ugyanúgy úgy néz ki, hogy nagypolitikai játszmák csataterévé vált Kárpátalja, nem közvetve, közvetlenül, hanem közvetve a mi nagyszüleink, dédszüleink, ismerőseink révén, a patikusok, lehet nem is ismerték azt a nyelvet, hiszen például 44-ben a latin írásmódról hirtelen át kellett váltani egy cirill írásmódra, amit nem értettek. Érettségi előtt álló diákoknak nem tudták letenni az érettségét. A történő csatolása annak a minden következő évvel együtt mutatja azt, hogy 39-ben történt a Kárpátaljának a visszacsatolása Magyarországhoz, majd pedig 1944-ben a szovjet csapatoknak a bevonulása. Ha sok millió magyar ember nap mint nap használ bizonyos szavakat, kifejezéseket magyar beszédében, akkor azok a szavak nyilván részei valamilyen módon a magyar nyelvnek, és hogy azok a kutatási programok, amelyekkel foglalkozunk. De tegnap hirtelen összehívtak egy Soron kívüli megyei tanácsülést, ahova szeretnék eljutni, mert valószínűleg olyan kérdések kerülnek napirendre, amit önöket és engem is érint.